A Szent István Székesegyháznál az 1956-os forradalom áldozatainak emlékét őrző feszületnél néma koszorúzással kezdődtek az október 23-ai megemlékezések Székesfehérváron. Közös koszorút helyezettel Varga Tamás és Törő Gábor országgyűlési képviselők, Cserpalkovics András polgármester, Simon László főispán, valamint Molnár Krisztián a megyei közgyűlés elnöke. Tisztelettel adóztak a hősök előtt a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek, a történelmi egyházak, a tankerület, a pártok, Székesfehérvár önkormányzata és a civil szervezetek képviselői, majd az 1956-ban is sokat látott városháztéren Cserpakovics András polgármester mondott ünnepi beszédet, melyben felelevenítette a 66 évvel ezelőtti fehérvári eseményeket. Ma emlékezzünk tehát tisztelettel azokra, akik személyes kockázatot is vállalva léptek fel 1956. október 23-án és az azt követő napokban akár Budapesten, akár Székesfehérváron, akár Fejér megye településein, akár az ország bármely településén. Életüket, személyes és családjuk szabadságát kockáztatták, sok esetben áldozták a szabadságért, a függetlenségért. A város beszédében kitért arra a helyzetre is, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc bizonyítéka annak, hogy a magyar nép szabadság szerető és nemzeti önrendelkezését véráldozatárán kész kivívni. Ugyanakkor bizonyítéka annak is, hogy amikor igazán fontos volt Magyarország, nem számíthatott a szerencsésebb történelmű és szabadságban élők segítségére. Most az ukrajnai háború árnyékában 1956 több, mint történelmi emlék. Mementó és figyelmeztetőjel arra, hogy a szabadságot, a nemzeti függetlenséget nem adják ingyen és nem jár automatikusan. Azért a XXI. századon is meg kell küzdenünk, azt óvnunk kell, és ebben elsősorban magunkra számíthatunk. A polgármester hangsúlyozta, 1956 nem csak örökségünk, hanem egy évszázados, évezredes erkölcsi tisztesség megtestesülése, melyet ugyan más világban, más korban és más eszközökkel, de a mában is büszkén kell képviselnünk.